Sziasztok, én Horváth Ága vagyok, a Laurus Egyesület jöttünk Miskolcról, most ketten vagyunk itt. Az Egyesületünk az 10 éves, de 5 éve vagyunk jelen a Vasgyárban. Egy kicsit más a környezet, szegregátumokkal vagyunk körülvéve, számozott utcák. Nem tudom, erről gondolom hallottatok így a hírekből, ahogy bontják őket. Designer használat az, ami jellemző. Tehát mi 5 éve vagyunk ott, először célzott prevencióval kezdtük, illetve ártalomcsökkentéssel. Most jelenleg 3 éve van egy nappali ellátásunk, és hát van egy tűcserénk is úgy támogatás nélkül, de fut. A klienseinket, akiket meg tudtunk szűrni ebben a programban, leginkább a nappalis klienseink, illetve a tűcserés klienseink, plusz azok a vendégek, úgymond, akiket ők behoztak, ismerősök, haverok, családtagok és néhány szexmunkás lány, akik külföldön dolgoznak és éppen pihenő időben voltak itthon. Tehát a szűrések eredménye az egy kicsit már feljebb vagyunk, mint amit mutattál, tehát azt meg is számoltam gyorsan, hogy tudjak számot mondani. Az összeszűrésünk közül 46% volt HCV pozitív, egy szifiliszes találtunk, viszont úgy láttam, hogy pozitív eredményt csak intravénások produkáltak nálunk, sem a szexmunkások, sem pedig a hozzátartozók, tehát feleségek sem mutattak pozitív eredményt, és az intravénásokat, tehát hogyha kiszedtem, ott viszont 58%, úgyhogy ez magasabb lett most már jóval, mint amit itt láttunk. Jellegzetessége kicsit az, tehát nálunk nem a napi szintű használata jellemző. A nappali ellátásunkban leginkább herbálfűfogyasztók vannak, és ahogy híre ment ennek a szűrésnek, tehát elsősorban én a intravénás használóknak hirdettem meg, de híre ment, hogy van egy ilyen szűrés, és egyre több kliens, aki herbálfű fogyasztóként van nálunk jelen, jelezte, hogy ő bizony alkalomszerűen használ intravénás szereket, ez ilyen ünnepnapi születésnapok, stb. Környékén megjelenő használat. Valóban ritka, tehát ez ilyen évi 1-2 szúrástól elkezdve, mondjuk a havi 2-3 szúrásig terjed, és ez a kör volt az, aki bizony nagy számban érintett, mégpedig mi úgy gondoljuk, hogy azért, tehát az, hogy általánosan itt az egészségtudatosság nagyon alacsony szinten van, tehát magát a betegséget nem ismerték. A HIV még csak-csak, de a HCV semmit nem mondott ugye az égvilágon az embereknek. És a napi szintű használókat ugye a tűcserében felvilágosítjuk, hogy hogyan kell használni, tehát a szűrése, vagy tehát a csere alkalmával mi elmondjuk, amit ugye el szoktunk mondani. Viszont a fűfogyasztók, akik csak így belekeverednek ilyen körökbe, nagyon nem tudták, hogy mi újság van. Tehát ők meg se jelentek a tűcserébe, szóba sem került, hogy ők szoktak alkalmanként szúrni. És tehát olyan füves kör jött be szűrésre, akik közül mindegyikük, azt hiszem egy kivétellel mindegyikük sajnos hepatitis pozitív volt, és mint kiderült, ők fél évig körülbelül 2-3-szor szúrtak összesen. És akkor úgy ezen a nyomon úgy elindultunk, tehát akkor elkezdtem motiválgatni azokat is, megkérdezgetni, akik mint fűfogyasztók voltak jelen, és a motivációval nekünk semmi problémánk nem volt, tehát nagyon gyorsan híre ment is, kérték és keresték ezt a szűrést, úgyhogy nagyon köszönjük a lehetőséget, mi is, mert nem volt nálunk ez elérhető. Az ANTS-szel volt egy szerződésünk, ahová tudtuk őket vinni, aki kérte, vagy akinél mi úgy láttuk, hogy szükséges. Ott nehéz volt a motiváció, itt viszont, hogy helyben meg tudtuk azonnal csinálni, tehát ők kérték, jöttek, kerestek, és utána ezeken a társaságokon végigfutott, tehát aki nyitott volt és volt szándéka közölni azokkal, akikkel közösen szúrt, akkor ő hozta egymás után be a klienseket, tehát ez így nem volt probléma. Hát maga a szűréssel kapcsolatban is pozitív tapasztalataim vannak, tehát akik addig csak tűcserébe jöttek és kattogva gyorsan cseréltünk, és tényleg kihasználtam azt a 4-5 percet, ami akkor jutott, most viszont volt 25 perc, ami akkor a királyság volt, tehát nagyon sokat megtudtam a kliensekről, akik így jelentek meg, azok közül 2-3 már nappali ellátásban van véve, tehát rendszeresen jár konzultációra, stb. Tehát így sikerült jobban bevonni, felépülésében ez egy nagy ugrás volt. Hát voltak, akiket nem, tehát voltak, akik tudomásul vették az eredményt, és ugyanúgy járnak tovább a tűcserébe, tehát még nem, tehát ők még motiválás alatt vannak így a felépülés szempontjából. Tehát ez nagyon pozitív élmény volt nekik is, csak pozitív visszajelzést kaptunk, elutasítást nem. Egy kellemetlen
eset volt, amikor a teszt valamiért nagyon későn reagált, tehát egy fél óra múlva mutatott egy pozitív eredményt, úgyhogy már megnyugodtunk, hogy ez így, és utána kellett közölni, hogy ezt meg kell ismételni, mert itt lehet, hogy valami van a HCV. Úgyhogy ott egy kicsit a fiatalembert kellemetlenül érintette ez a dolog, de a többiek, akár pozitív, akár negatív eredmény, mindenki nagyon köszönte szépen, hogy ezt így, vagy hogy ez így megtörtént. Negatív tapasztalat a továbbküldéssel kapcsolatban van bőven, tehát egyrészt nem mennek el. Tehát amikor így elbeszélgetünk és megtudják, hogy ez egy ilyen hosszú távon lefolyó betegség, tehát így odázódik a kezelésnek az elkezdése, aki elmegy. Tehát házi orvosuk jellemzően azért van, el is mennek. Nagyon negatív visszajelzést kaptunk egy-két házi orvostól. Tehát, hogy ez egy lufi, ezek a szűrőtesztek nem jól működnek, stb. Stb. Tehát ilyen visszajelzés is volt. És első körben nem a HCV szűrésre küldik el őket, hanem egy sima vérlaborba, ahol kijön akkor esetleg, hogy a májfunkció már nem annyira jól működik, de volt olyan, akinek pozitív teszt volt, és a vérlabor nem mutatott semmit, ott stopp, tehát ott nem küldte további kivizsgálásra a házi orvos az illetőt. Akinél kimutatja, hogy nem jó a májfunkció, akkor utána mehet az ANTS-be ugye a szűrésre, ami egy tortúra, idáig azt hiszem ketten jutottak el, tehát eddig a pontig. Hát az, hogy most egy aktív használónak a vérvétel az milyen nehézséget hoz, azt ugye nem kell fejtegetnem, mert volt, hogy magának kellett levennie a vért, meg ott vitatkoztak, veszekedtek, megalázták, stb. És akkor még itt tartunk, tehát aki a legelőrébb tart, az itt tart, hogy várjuk az eredményt, vagy megvan az eredmény. Egy fiatalember mondta azt, hogy állítólag benne vírus nincsen, csak ellenanyag, tehát elvileg ő spontán gyógyult. Ő elég hitelesnek tűnt, tehát ezt így elhittem, ezt a történetet, hogy ő az egy, és a többiek nincs, tehát a többiek nem kezeltetik magukat per pillanat. Akik úgy vendégként érkeztek, ők ki is estek a látókörből, a többiek, tehát ez ilyen 2-3 ember, többieket tudjuk követni, tehát a többieket próbáljuk folyamatosan nyomni, hogy kezdjék el a kezelést. Még az, ami feladatunk, hogy megkeressük a közvetlen kontaktot a kórházzal, tehát hogy esetleg egyből oda küldeni. Két kis eset van még, amit elmondanék. A szűrőprogrammal párhuzamosan volt egy börtönprogramunk is. Ott én felajánlottam, hogy be tudnék vinni szűréseket. Ott is intravénás használókkal csináltunk csoportfoglalkozást. Nem engedélyezte a börtönparancsnok, hogy bevigyük a teszteket. Viszont miután így nagyon ecseteltem, hogy itt körülbelül milyen százalék lehet érintett HCV-be, és ugye a kényszerítő eljárások során folyik vér. Tehát maga a dolgozók igyekeznek most már nyomást gyakorolni, hogy a felvételi eljárásnak a része legyen a HCV szűrés, mert hogy ott a saját egészségükről van szó. Plusz akiknél nálunk sikerült kimutatni a pozitív eredményt, azokat nagyon motiválom, hogy börtönjáró fiatalokról van szó, ha mennek be, ott mondják el az orvosnak, hogy pozitívak, és akkor ott kezdjék el a kezelést. Ez reálisabbnak tűnik, mint kint szabadlábon, hogy ezt így végigvigyék. Tehát egy egyéves fogvatartás során ezt így azért le lehet tudni. Hát nem tudom. Tehát például tegnap vonult be egy fiatalember, ő nagyon-nagyon megígérte, hogy szóvá fogja tenni, hát meglátjuk, hogyha kijön, hogy ez megtörtént-e. A másik eset pedig, hogy nekünk ugye a nappali ellátásban most pszichiátriai szakvéleményt kell kérni, és a pszichiáterünkkel megegyeztünk, hogy beleírja a szakvéleménybe azt, hogy gyors teszt HCV pozitív eredményt mutatott ki, és javasolja azt, hogy ellátásba kerüljön, és ezt viszik el az orvoshoz, a házi orvoshoz, és mivel ez egy kórházi papír, ennek sokkal nagyobb jelentősége van, mint ahogy mi szóvá tesszük, vagy ő ott szóban elmondja, hogy történt egy ilyen, és erre rögtön reagál a házi orvos, tehát ez így egy jónak tűnő dolog. Így ennyi lenne, köszönöm szépen.